Pápaiakról csupán csak annyit, hogy Horváth Gábor áll a kapuban, és nem Szűcs Lajos. Másfelől pedig gyakorlatilag fél csapat el se jött. Marco Rossi ezzel szemben sokkal, de sokkal kedvezőbb helyzetben van. Egy sokkal jobb csapatot tud kiállítani. És amennyire hallom, azért a kispadok is jócskán behallatszanak a közvetítésbe, én legalábbis nagyon-nagyon hallom őket, tehát ha valami elhangzik onnan, akkor arról önök sem maradnak le. Ugyan megvan az első gól, de a játékvezető már közbe sípolt. Hollander mutatja, hogy ő igazából nem csinált semmit. Természetesen a gól az nem ér. Hollander megfogta Jagodicsnak a derekát, és gyakorlatilag hátraesett vele együtt. Jagodics ezért nem tudott menni. Csizmadia. Godoy megelőző szerelése, Hollander kap egy remek kiúratást, Hollander gólhelyzetben, és ellövi a kapu mellett. Akár még Julának is lepasszolhatta volna egyébként a labdát Hollander, és góllal is befejezhette volna. King Julával játszott össze nagyon szépen, King a 16-oson belül, ez is oldalháló csak. Hát folyamatosan támad a Honvéd, azt nem lehet mondani, hogy X-re játszanának. Csizmadia megint. Az nem is lett volna rossz, és így viszont szabálytalanság is egészen biztosan lap. Teljesen jogosan eleznek, kiállítja őt a játékvezető, és pont az egyik belső védője dőlt ki gyakorlatilag Marco Rossinak, akinek ezzel biztos, hogy át kell majd szervezni a csapatát is. Na nézzük Csizmadia szabadrugását mellé. Horváth jön és öklöz, egyből jön a visszafejelt labda, a 16-oson belül 11-es. Nagy Tamás a sárgalapos, és 11-eshez jut a Budapest Honvéd. Szóval 27. perc, a labda mögött Gyula, a kapuban Horváth, és Horváth megfogja a 11-est! Hát ez hihetetlen! Élete első NB1-es mérkőzésén Horváth Gábor 11-est véd. Jöhet a szabadrugás. Hidi a labda mögött, a labda pedig kb. 30 méterre a kaputól. Hidi fölíveli a 16-osra, és majdnem gól lett belőle, úgyhogy Csizmadiáról pattant oda a labda, és Ignatovics góljával megszerzi a vezetést a Honvéd. Hát majdnem gól lett, és aztán végül tényleg az lett belőle. Ignatovics közelről bekotorta, 1-0. Gazdag, Hidi közben fölkelt. Túlságosan nagy szabálytalanság, akkor nem történhetett. Szerintem csak inkább megpróbált eljátszani, hát kap egy szabadrugás. Itt a gólhelyzet, Hollander! És Horváth másodjára. És a pápa pedig csak védekezik jószerivel. Hollander. És leveszi neki Csillus gyakorlatilag, Hollander. Ha következetes akar lenni, akkor Pintér ide is kioszt egy pirosat, meg is teszi. Hollander mellé. Marad az 1-0 a Budapest Honvédnak. És Király Botond helyére pedig Schmid Máté érkezik 18-assal. Közben itt az újabb lehetőség, és Julának sikerül egy hatalmas oldalhálót lőnie. Ignatovics visszafejli mezőnybe a labdát, ez egy nagyon szép megoldás volt Gazdagtól. Botka elindul befelé, Botka gólhelyzetben! Gyönyörű volt, és Horváth még hozzáért. Hát kezd nagyon nyomasztóan egyoldalúvá válni a mérkőzés. A labda mögött szokás szerint Hidi, Barát is ott van, Gyula természetesen a 16-oson belül ott van, Barát csúsztat, Gyula gól, akkor megvan most már a második, Gyula góljával 2-0. Sluka, Csizmadia, kellemetlen helyzetbe hozták, és ezzel el lehet menni, Göbjös kiugratná Gyulát, nem volt jó a passz, Gyula, tisztára játsza magát, mellé rúgja. Csizmadia jókor érkezett, Gyula a lábát is fogja.
Hát eléggé szétesett a pápa védekezése, azt kell, hogy mondjam. A Honvéd tehát meghosszabbította az NB1-es tagságát 2-0-ra, Ignjatovic és Gyula góljaival megnyerte a mérkőzését a pápa ellen.